város tortájé kapcsán pedig a cukrászati termékekről beszélgetünk, mert itt a stúdióban mai vendégemmel, Turci Veronikával, cukrász szakoktatóval, a Zalegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Vendéglátó Technikumából. Jó estét kívánok. Jó estét kívánom! Mennyire fontos az, hogy a süteményeink, akár otthoni körülmények között is, minőségi alapanyagból készüljenek el? Egy finom sütemény csak minőségi alapanyagokból tudunk előállítani, nem elég, hogy tudjuk, hogy mit használjunk fel, fontos tudnunk azt is, hogy mit mivel, mit hogyan és mit miért teszünk bele abba a termékbe, amit szeretnénk elkészíteni. Egyébként lakossági felhasználásban is elérhetők a jó minőségű termékek? Természetesen bármi. Bármi a kiskereskedelemben is kapható, igen. Ugye itt a reformtorta kapcsán felmerül a kérdés, hogy a különböző mentes süteményeket mennyire nehéz elkészíteni. Azt tudjuk, hogy az alapanyagok hozzá elég drágák, de hogy van-e megfelelő kapacitás arra, amire a lakosság részéről igény mutatkozik, hogy ezek elkészüljenek? Igen, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy amennyi mentes terméket el tud adni a szakma, nincs annyira szükség. Ugyanis szerintem egy jó nagy része csak divatból fogyasztja ezeket a termékeket, amivel azt gondolják, hogy hú, de jót tesznek az egészségüknek, holott van, van amikor csak ártanak vele, vagy pedig abszolút nem használnak semmit. Itt a gyártás során figyelembe kell venni, hogy ezeket csak szigorú szabályok betartása mellett lehet elkészíteni. Nyilván sokkal drágább alapanyagokból készíthetőek el, ezért az áruk is sokkal drágább, mint a nem mentes termékeké. Emellett én azt ajánlom, akik csak divatból és tényleg nem okoz, illetve nem indokolt a fogyasztásuk, hogy az erre költött pénznek a, a feles, illetve az egyik részét inkább költség zöldségekre, gyümölcsökre, és azzal figyeljenek oda az egészségükre. El lehet egyébként ezeket a süteményeket minden mentesből is nagyon ízletesre készíteni? Természetesen, hiszen rengeteg alapanyag áll rendelkezésre alternatívaként, úgyhogy bármilyen ízvilágot ezekből is és elő lehet állítani. Turci Veronika nagyon köszönöm, hogy ma este itt jártálunk a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást.